Egészség és divat nem is áll olyan távol egymástól. A divat bemutatók magyarországi történetében először kerültek kifutóra olyan lábbelik, amelyeket a gyógyászatban használtak korábban. Az újdonsággal olyan sztárok ismertették meg a nagyközönséget, akiktől eddig távol állt a modellkedés. Új divat hódít a sztárvilágban. A gördülő talpú lábbelik megfertőzték a hírességeket. Antonio Banderas és Sylvester Stallone után most hazánk ismert emberei is büszkén viselik a magas talpú lábbeliket. Igaz, pár éve már, hogy a holdjárók kimentek a divatból, de ezek a lábbelik jelentősen különböznek egykori hasonmásaiktól. Sokan olyannyira beleszerettek az új őrületbe, hogy még a modellkedést is bevállalták miatta. Úgy repülök a cipőbe! Katus Attila először lépett ilyen szerepbe a színpadra. Én bíztam abban, hogy nagyon sok ember meg fogja ismerni, én egy szenzációs találmánynak tartom. Sokan csak kérdőn nézik azokat, akik ilyen furcsa gördülő lábbelikben közlekednek. Kicsit hátra kerül a súlypont, és ilyen fenékkidugósan lehet csak egy helybe állni. Tehát az ember, amikor megáll, akkor előre húzza a fenekét, és ez azt jelenti, hogy itt az első részen, a lábnak a külső oldalán így egyensúlyozik. Így nem tudsz sokáig állni, meg elég viccesen néz ki, főleg a lányoknál. És akkor így, amikor előre húzza az ember egy kicsit, akkor azonnal elkezd így játszani, és akkor így billeg benne egy kicsit, és eltelik fél óra. De miért is jó ez az anticipő? Egy svájci mérnök tanulmányozta a kenyai masszályok életmódját, akik nem ismerik a hát- és derékfájdalmakat. Lábuk nem deformálódik a helytelenül megválasztott cipőktől. Járásukat elemezve megalkotta a mezítlábas lépkedést utánzó lábbelit, amely úgy dolgoztatja az izmokat, ízületeket, mint ha egyenletlen talajon mezítláb járnánk. Az egyensúlyozás nem csak a talpnál vált ki izommunkát, hanem lényegében az egész mozgatórendszerben. Ez azt jelenti, hogy fokozottabban dolgoznak a térd csípőizület körüli izmok, illetőleg, ami nagyon fontos, a gerinc melletti izmok. Kokó a divatbemutató házigazdája volt. Szerinte a hölgyek feleslegesen kínozzák magukat magas sarkú cipőikben. Én nem találkoztam olyan hölgyel, aki azért viselné azt a magas sarkút, mert hogy az az egészséges, vagy abban érzi jól magát. Nem, a látvány bizony nálunk is, talán Európában talán sokkal fontosabb, mint amennyire kellene. Külföldön vagy akár Amerikában nem nagyon foglalkoznak a látvánnyal, ott lényegesen kevesebb magas sarkú cipőt lát, sokkal több törna cipőt lát az ember az utcán. Geszler Dorottyának nagyon fontos a külső megjelenés, és bizony nehezen fogadta a holdjárókat. Most azonban megtalálta a számára ideális lábbelit. Ez, ami most rajtam van, hogyha megnézed, akkor ez már nem egy holdjáró típusú, ennek már egészen karcsú a talpa, hogy úgy mondjam, bár ugye minden viszonyítás kérdése. És ebben menni is sokkal könnyebb, mint az általad említett vastagabb talpúakban.